Tegnapi telepítékás meghívottat kellett a repülőtérről beszállítanunk a telepítékáig. Én akkor bele is vágnék egyből ennek a beszélgetésnek a közepébe. Természetesen nem azelőtt, mielőtt bemutatnám a meghívottakat. Kezdeném Kós Annával, aki a Színművészeti Egyetem dékánja. Folytatnám Lucián Szökölyen úrral, a Petromajor Egyetem oktatójával, vásárhelyi szociológussal, illetve a két diákot is tisztelhetünk körünkben, Aurel Lázart, aki a Petromajor Egyetem hallgatója, és Labanc Dávidot, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció multimédia szakhallgatóját. És hát körünkben lesz nem sokára, igaz, hogy csak virtuálisan, Lucián Mândruță, akinek a videó üzenetét fogjuk hamarosan meghallgatni. Ezzel kezdenénk az előadást, a beszélgetést, és akkor ezután gördül majd minden tovább. Și mulțumesc de invitație. Nu știu dacă m-ați chemat să vorbesc la evenimentul Vâltoarea Mureșană, pentru că am fost cu bicicleta prin Transilvania în urmă cu câteva săptămâni, dar eu tot trebuie să vă povestesc despre asta. În primul rând, traseu Cluj, prima zi, Târgu Mureș, am dormit în Târgu Mureș, a doua zi, Târgu Mureș-Sighișoara. Drumuri județene, departe de Biesuiala, drumului național, drumuri foarte frumoase, prin sate și maghiare și românești, de toate felurile. Am avut, pentru eveniment, am avut afișe în maghiară pe Facebook, pe social media, pe grupul meu de cicliști. Am avut hărți în maghiară pe site, din alt motiv decât că au fost făcute de un voluntar din Târgu Mureș, în maghiară. Iar la final, după toate eforturile astea, am avut 3 maghiari și 2 francezi din 80 de persoane participante. Cam puțin. Și m-am întrebat de ce. Cred că pur și simplu, pe de o parte, maghiarii n-au știut. Dar pe de altă parte m-am gândit, nu cumva nu s-au simțit în regulă să plece 200 de kilometri prin Ardeal, unul pe care îl cheamă Mândruță? Adică, cum să-ți arate drumul prin Transilvania, unul din recat? N-are cum. Dumnezeu se știe. Cam asta e situația interetnică. Suntem cu toții așa pe un Facebook imaginar, real, în altă parte decât în social media, dar pe grupuri diferite. Algoritmul acestei vieți s-a prins de mult că noi nu comunicăm bine, așa că nici măcar nu ne mai dă unora postările celorlalți. Am trecut în drumul meu cu bicicleta prin Transilvania, prin câteva sate maghiare și vă spun că am încercat, pentru că și eu sunt de la țară și știu că trebuie să dai bună ziua prin mergi pe stradă. Am încercat să salut în maghiară pe toți cetățenii de la birtul comunal. Și n-am mers. Și nu cred că din cauza accentului. Cred că atunci când te obișnuiești multă vreme cu izolarea, rămâi, nu știu cum să zic, mai rece față de tot ceea ce se întâmplă. Indiferent de cât de bun era chiul ăla pe la 11 de dimineață. Acum, cred că de altfel, marea problemă a acestor două comunități e chiar asta, și anume izolarea. Că nu suntem confortabili. Bună ziua! De exemplu, munca. Nu știu vouă, dar mie nu-mi place neapărat munca. Cu toate astea, trebuie să o practic. Pentru că, rațional, știu că este mult mai rău dacă stau. Dacă aștept. De asemenea, nu-mi place să mă tun. Dar trebuie, că nu vreau să fiu hip. Nu-mi place să plătesc bile de intrare pe plajă, că acum sunt la mare și de aici vă vorbesc și chiar îmi pare rău că n-am putut să ajung acolo. Deci nu-mi place să plătesc bile la șezlong, dar nu mai vreau să mai stau nici întins pe jos, pe ceașapă. Nu mai place, e nisicutare. Cam asta cred că ar trebui să fie atitudinea pragmatică între etnii. Nu ne place unora de alții? Ok. Nu putem schimba. Au încercat câteva generații, nu a mers. Dar nici nu putem trăi separați. Sau mai bine zis, putem. Dar nu trăim prea bine. Nici unii și nici ceilalți. Trebuie să învățăm unii de la alții. Trebuie să lucrăm împreună, trebuie să ne punem energiile la oaltă. Trebuie să facem din Cluj, din Târgu Mureș, din Sighișoara, New York. Nu Kosovo și o nouă serie.
E o pilulă amară, știu, să lucrezi cu oameni pe care nu-i place. Dar asta oricum se întâmplă în fiecare zi, deoarece cu toții avem șef. Și am zis că nici șefii unguri nu sunt mai deosebiți ca români față de angajați. Deci avem experiența asta. Hai să o extindem. Eu nu mă refer doar la afaceri și la administrație. Cred că e important, mai ales, să schimbăm idei. Vedeți, noastră fiecare nație are ideile ei fixe. Nu e rău ca din când în când să intre în contact cu altele la fel de fixe, dar măcar diferite. Nu e rău să vezi două perspective asupra aceluiași lucru. Pentru că asta spune în funcțiune celulele nervoase și de asta te ajută firește să rămâi un cap peste ceilalți în jur, așa cum e tradiția în Transilvania țări. Maghiarii și românii sunt, cred eu, două nații care irosesc separat ocazii pe care le-ar prinde minunat împreună. Vă spuneam că am fost cu Bigla prin satele astea și am descoperit că sunt la același nivel cu Toscana, ca frumusețe, ca sălbăticia naturii. Nu mai lipsește decât ca unii să facă autostrăzi și ceilalți marketing și să încaseze împreună. Da, dar pentru asta trebuie să trecem împreună peste această mare problemă. Românii cred că se poate fără maghiari. Maghiarii cred că e preferabil fără români. Fiecare are credul ideal de puritate a locului. Fiecare vrea Ardealul fără euri. Și pentru fiecare, eurile sunt ceilalți. Cum ieșim de aici? N-am nicio idee. Știu doar că mi-ar plăcea ca următoarea problemă etnică din Târgu Mureș să fie o neînțelegere între un vânzător maghiar și un turist scoțian, care nu reușesc niciunul să găsească accentul corect pentru cuvântul pâine în limba engleză. Vă mulțumesc! Köszönjük szépen! És akkor most elmondanám, hogy hogy is van elképzelve ez a beszélgetés. Úgy beszéltük meg a szervezőkkel, hogy ez egy pontosan a beszélgetés témájából adódóan legyen úgy megszervezve az egész, hogy mindenki a saját nyelvén beszél, és az, aki esetleg nem érteni, vagy a másik nyelvet beszéli, használhatja a szinkron tolmács berendezést. Tehát ezért mondom csak, hogy aki esetleg szeretné feltenni a fülhallgatókat, az még ott hátul talán talál egy néhányat, úgy tudom. Dacă este cineva care a dorit să asculte prin cască discuția, vă rog, cred că acolo în spate puteți să mai faceți rost de cască, pentru că așa mi-am înțeles cu organizatorii acestei discuții, ca fiecare invitat să vorbească în limba sa, în acord cu tematica acestei discuții. Az erdélyiség együttlét és különlét. A különlétek együttléte. Ez egy idézet volt, Markó Bélától idéztem. Miközben erre a beszélgetésre készültem, akkor jött velem szembe ez a mondat, és úgy gondolom, hogy ezt nem csak az erdélyiségről lehet elmondani, hanem pontosan ugyanígy a Marosvásárhelyiségről is. Marosvásárhelyiség együttlét és különlét. A különlétek együttléte. Ezzel a felütéssel szeretném kezdeni. Ugye mindannyian számos alkalommal elmondjuk, kipanaszkodva, kicsak tényként, hogy párhuzamos világokban élünk. Párhuzamos kulturális eseményekre járunk, párhuzamosan szervezzük a kulturális eseményeinket, a közéleti viták hevében, a szórakozó helyeken, újságot olvasva két külön világban élünk és mozgunk folyamatosan. Én most nem szeretnék kitérni, és azt nem szeretném, hogyha mi itt kitérnénk a gazdasági téren tapasztalható párhuzamoságokra, mert nem erről kell szóljon ez a beszélgetés, mert nem ilyen a meghívottaknak a szakmai területesen. Azt szeretnénk, hogyha a kulturális életben, illetve a médiában tapasztalható párhuzamoságokról beszélhetnénk.
meghívottaink közt mindkét oldalról feltétlenül olyan embereket hallgathatnak, akik egyrészt a vásárhelyi kulturális élet szervező szereplői, másrészt valamilyen szinten a médiában is jelen vannak napi szinten. A bemutatkozásnál nem említettem, és ezért most az udvariassági szabályokkal ellentétben Novák Csaba Zoltánnal kezdeném a felsorolást. Novák Csaba Zoltán amellett, hogy a Marosvásárhelyi a Román Tudományos Akadémia Marosvásárhelyi kirendeltségének kutatója, a Marosvásárhelyi Rádióban vezet egy műsort. Kós Anna, aki a Művészeti Egyetem egyetemi docense és dékánja, emellett évek óta, sok éve a különböző központi, illetve helyi tévéknek az állandó szereplője, mellettem a Lucián Szökölyen és a STI TV-nek a gyakran szereplő műsorvezetője is. És hát a két ifjú, Labanc Dávid, illetve Aurél Lázár szintén a média közelében mozognak. És ez fontos a beszélgetésünk szempontjából, mert ez az, aminek betudhatóan az ő véleményük a média és a kulturális élet szervezésén tapasztalható párhuzamosságokban mondhat valamit. A valamit, amit tovább lehet gondolni, miután innen felállnak ezekről a székekről. Először én azt gondoltam, hogy lássuk, hogy minek is tudható, mert melyek a gyökerei ennek a párhuzamoságoknak. Nekem történész végzettségem van, ezért mindig a KH-tól kezdem, mindig a gyökereket próbálom először felvázolni, és erre építeni fel az éppen aktuális konstrukciót. Úgyhogy Novák Csaba Zoltánt kérdezném meg, hogy helyezze kontextusba a vásárhelyen tapasztalható párhuzamos közösségeknek a... Köszönöm, üdvözlök mindenkit, elnézést kérek, egy augusztusi ülésből vagyok kilábaló félben, úgyhogy ha néha beleköhögök vagy elmegy a hangom, akkor ennek tudható be. Kár itt a gyökerekkel kezdte, mivel a tömbházunkat most szigetelik, én egy kőműves vakulatos metaforával kezdem. Nem kell megijedni a fordítónak, mert nem fogok túlságosan sok könyves szakkifejezést használni. Tehát látom, amikor az átvevők jönnek és nézik az új vakulatot, az új vakulat mögül kidudorodnak, kitüremkednek különböző részek, tehát a korábbi építés maradékai, akkor nyomai felelhetőek. És hát a történésznek mondjuk az is egyik szerepe, hogy ha most van egy aktuális helyzet, amiről szeretnénk beszélni, akkor megnézzük, hogy amikor ezek a falak felépültek, vagy amikor ez az egész dolog összeállt, akkor hol, mikor vakoltunk rosszul, vagy helyeztünk gyenge minőségű építőanyagot a falban. Ha a román-magyar együttélésről beszélünk Marosvásárhelyen, akkor mindenképpen a 20. században beszélhetünk tényleges együttélésről, amikor nagyobb tömegben egy városban él egymás mellett együtt ez a két közösség. Azt még mielőtt felsorolnám a 20. századi kulcspontokat, amelyeket én fontosnak tartok, elmondanám, hogy figyelembe kell venni azt a tényt, hogy Marosvásárhely gyakorlatilag két kárpát-medencei nemzetépítésnek a helyszíne, területe, ahol a különböző időkben kisebb vagy nagyobb lendülettel zajlik a román, illetve a magyar nemzetépítés, sokszor egymással ellentétes előjelbe. És felsorol két néhány sokszor tabuként kezelt időpontot. 1848 vagy 1918, 1940, 1945, ezek egy-egy olyan gócpontjai ennek az egymással szembefeszülő nemzetépítésnek. A történetet én onnan bontanám, hogy nem menjünk azért túlzottan vissza, hogy a kommunista időszakban, a létező szocializmus időszakában Marosvásárhely interetnikus viszonyai rohamos mértékben változtak. Gagyi Józsefnek volt egy kutatása, ami az együttélésnek három szakaszát nevezte meg. És úgy gondolom,
hogy ennek a három szakasznak az alakulása, fejlődése nagyban befolyásolta azt a helyzetet, azt az állapotot, amelyben napjainkban vagyunk. Az 50-es években Marosvásárhely az akkori kommunista kisebbség, nemzetiség politikának egyik kiemelt területe volt, ugyanis az 1952-ben létrehozott Magyar Autonóm Tartomány központja volt. Tehát az akkori román állam elismerte kollektív entitásként a tömb magyarság kollektív jogait, és létrehozott egy tartományt. Marosvásárhely ennek a tartománynak volt a központja, és ez befolyásolta az akkori Marosvásárhelyt és a térséget, amelynek ugye a központja volt. A város ekkor magyar többségű, és gyakorlatilag a mindennapok együttélésében a magyar nyelv a használatos, tehát gyakorlatilag kulturális szempontból azt mondhatjuk, hogy idézőjelben, hogy egy magyar városról beszélünk. A 60-as évek második felétől az országra is jellemző gazdasági, meg mindenféle más politikai trendeknek betudhatóan ez a státusa megszűnik Marosvásárhelynek. Közben az iparosítás révén változik a város etnikai összetétele is, de azt mondja Gagyi József, és én egyetértek ezzel a megállapításával, hogy a 60-as évek második felére kialakul az együttélésnek egy bizonyos formája, ami különbözött az 50-es évekétől is, de gyökeresen majd különbözni fog a későbbiekben a 80-as évekétől is. Tehát van egyfajta átjárás a két közösség között, egyfajta kétnyelvűség is érvényesül. De várok, hogy a fordító is legyen szinkronban velem. És ez a rövid időszakot fölváltja a 70-es évek második felétől, és főleg aztán kicsúcsosodva a 80-as években az akkori kommunista pártvezetés által generált nacionalista politikának egy újabb fejezete, amely, hogyha azt mondhatnánk, hogy volt egyfajta szerves fejlődés a város társadalmának és az együttélésnek, ez teljesen fölborítja. És gyakorlatilag az együttélés kérdése is alárendelődik ennek az új típusú politikának, és ez a politika, amely egyrészt a nacionalizmusra alapszik, ugyanakkor erősen iparosít is a térségben, tehát megváltoztatja az interetnikus viszonyokat, egyrészt a város etnikai összetételét, másrészt azt a fajta törékeny egyensúlyt, ami eddig különböző módon létezett. És gyakorlatilag eljutunk abba a stádiumba, amikor a 80-as évek második felére, tehát államilag generált politika miatt a város magyar lakossága sok szempontból hátrányos helyzetbe kerül. A város magyar gazdasági politikai elitje kiszorul számos pozícióból. Mondhatnék egy egyszerű példát, és akkor ezen a lasztal is zárom ezt a bevezetőt, hogy a 90-es évek elejére kimutatódott 1990 márciusában készült statisztikák alapján, hogy gyakorlatilag a gazdasági középvezetői és felsővezetői pozíciók szintjén valahol az arány 75 a 25-höz százalék volt a város román lakossága javára. És hát ez a fajta feltorlódása a feszültségeknek vezetett oda, amit mi a 90-es márciusi események közöttként emlegetünk, ez erről ugye Marosvásárhelynek nem kell túl sokat mondani, és gyakorlatilag itt csúcsosodik ki, itt tör ki, robban ki a vulkán, amit az kommunista rendszerben ugye akarva, akaratlanul az akkori hatalom elvetett, és hát gyakorlatilag ez a pillanat az, ami befolyásolja majd a későbbiekben, az elkövetkezendő 25 évben azt, hogy a két közösség milyen viszonyban van egymással, milyen viszonyban alakít ki egymással. Ennyit bevezetőként, aztán majd még lehet reflektálni más kérdésekre. Az az igazság, hogy
én eredetileg Kósannával szerettem volna folytatni ezt a beszélgetést, de miközben Zoltánt hallgattam, nagyon-nagyon elkezdte izgatni a fantáziámat az, hogy jó, ez végül is a magyar történész által felépített konstrukció. Hogyan látszik ez a kép a másik oldalról? Úgyhogy elnézést kérek az eredeti tervemhez képest megváltoztatva. Lucián Szökelent kérdezném meg, hogyan érződik, ha érződik ez a párhuzamosság a másik oldalról. Tehát nem annyira történelmi háttérre szeretném, ha reflektálna, bár arra is nyilván, hogyha úgy érzi, hanem egyáltalán arra, hogy a román oldalról érződik-e, és esetleg zavaró-e ez a párhuzamos közösségeknek a léte. Mulțumesc de întrebare. Mă gândeam, după ce am urmărit mesajul lui Mândruță, și a trebuit să reflectez un pic și să-i dau așa, în parte măcar, dreptate, deși e o analiză strict de suprafață, că există mai multe aspecte, apropo și de întrebarea pe care mi-ați pus-o, care sunt luate cel mai des în considerare. Sigur, este aspectul istoric la care s-a referit și colegul meu Nova. Este aspectul politic la care probabil se va referi unul dintre studenții mei care a cercetat această zonă a relațiilor interetnice, dar mai ales a relațiilor româno-maghiare. Există și o zonă profund psihologică în care vorbim despre pierderile sau câștigurile unei nații aflată, din păcate, politic, vorbind în competiție cu cealaltă nație. Competiția care a caracterizat acest spațiu a fost, dacă vreți, cheia de control pentru Moscova, cheia de control pentru București, cheia de control pentru Budapesta, mai nou, și rămâne în continuare o cheie foarte bună pe care guvernele centrale o folosesc atunci când au interes în acest spațiu. Nu spun că suntem o populație ușor manipulabilă, ci că ceea ce face orice alt guvern în orice altă țară a lumii și problemele pe care, sau greutățile, să nu le spunem probleme, pe care le întâlnim într-acest dialog, da, multicultural, nu le avem doar noi, le au multe alte state, pentru că ele sunt o moștenire a vechilor imperii. Situația este la fel pentru foarte multe din țările centrale est-europene. Situația este oarecum asemănătoare pentru țările vestice din perspectiva noilor valuri de migrații. Situația este poate chiar mai dură în fostul spațiu sovietic. Și atunci, cum privește o parte ceea ce se întâmplă de cealaltă parte? Istoricii au scris foarte mult și conexiunea dintre istoric și politic este evidentă de foarte mult timp, da? Din păcate, foarte mulți istorici s-au conformat unor doleanțe politice. Că ele veneau din partea comunității maghiare sau veneau din partea comunității românești. Mă refer aici la politicieni. Are mai puțină importanță. Istoricii au găsit argumente pentru că trebuiau să le găsească. Politicienii l-au folosit cu succes de fiecare dată. Că vorbim de perioada comunistă, că vorbim de ceea ce s-a întâmplat după lovitura de stat din 89. Argumentele în sine poate că au ajuns nici să nu mai conteze într-o luptă pe care fiecare din cele două etnii se vede îndreptățită sau s-a văzut îndreptățită să o ducă și să contabilizeze câștigurile sau pierderile. A folosit limba maghiară. Hai să ne amintim, în 1990, când se spunea, domnule, învățământ în limba maghiară. Întâmplător, eu am făcut școala generală într-o școală care exista clase paralele române și maghiară. În 1990, când s-a vorbit despre învățământul sau educația în limba maghiară, la toate nivelele, a fost văzut ca un câștig simbolic în acel moment pentru comunitatea maghiară și ca o mare pierdere pentru comunitatea românească. Bun. Au trecut 25 de ani.
grosso modo, e o chestiune care este rezolvată, acceptată, văzută ca având impact pozitiv, dar care încă naște discuții. Sigur că folosirea limbii materne, română, maghiară sau de oricare ar fi ea, sigur că educația în limba maternă nici măcar nu trebuie puse sub semnul întrebării. Ele sunt un drept cu care ne naștem. Până la urmă, le putem include în drepturile naturale. Dar, de fiecare dată, populația română a văzut, sau etnia română a văzut toate aceste cerințe care păreau firești, da? Și erau firești în ochii comunității maghiare, ca o provocare. Răspunsul pe care comunitatea românească sau politicienii români l-au dat comunității maghiare au fost văzute în același fel de către comunitatea maghiară. Bun. La modul ideal ar trebui să ne punem întrebarea ce facem cu două comunități care, și puneți ghilimelele, sunt condamnate să trăiască împreună. Ce facem cu două comunități care trăiesc zi de zi, împart zi de zi, care citesc cam aceleași lucruri zi de zi, da? Care sunt la fel de nemulțumiți de politicienii, cetățeni români, până la urmă, ca să includem pe toți aici, care privesc la fel înspre vest, care au relații de vecinătate, de muncă, de căsătorie și care încă au o barieră. Cine a creat acea barieră? Sau să te întreb nouă, acea barieră există dintotdeauna? Uite că-ți pasez. Kapukegy. Igen, de aztán még... Jó, 3 percet. Tehát ami a sorompót, vagy a két közösség közötti problémát illeti, én úgy gondolom, hogy több aspektusa van ennek a kérdésnek, de legalább két szinten kell beszélni. Tehát van egy a felső szint, amit állampolitikának nevezünk, tehát hogy az állam hogyan kezeli a kérdést, hogyan integrál, és van a hétköznapok együttélése. Én úgy gondolom, hogy a hétköznapi mindennapok együttélésében leszámítva egy-egy nehezebb időszakot, 90 márciusát, vagy 40-44 a világháború időszakát, nem voltak komolyabb problémák az együttélés területén. Itt mindig az volt, hogy az adott állam hogyan kezeli a kisebbségét. Tehát milyen politikát dolgoz ki annak érdekében, hogy integrálja, nem integrálja, hogyan viszonyul ehhez. És én úgy látom, hogy ez a kulcskérdése. Itt most többféle modellel dolgoztak különböző államok a történelem folyamán, akár a kommunizmus időszakában, de akár hogyha a nyugatot veszük példaképp, vagy az Egyesült Államokat, amely ugye az Egyesült Államok elismeri a különböző kulturális autonómiákat, entitásokat, de van egy közös politikai közösség, egy közös cél. A kommunizmusban is törekedtek arra, hogy esetenként, hogy közösségként integrálják a nemzetiségeket, ilyenkor sokkal könnyebben ment. Én úgy gondolom, hogy ami, tehát, és ez például akkor zárom is, hogy ne sajátítsam ki a beszélgetést, hogyha megkérdeznének engem, hogy mikor volt a magyar közösség a leglojálisabb 1945 és 89 között a mindenkori román államhoz, akkor én két időpontot neveznék meg. 1952 és 60 között, amíg létezett a magyar autonóm tartomány, és az 1960-as évek végén, 1968-ban, amikor a Ceausescu korszak a Jobbik felét élte, és új integrációs, intézményes integrációs lehetőségeket biztosított. 56-ban mondjuk ki egymás között őszintén komolyabb megmozdulásokra, tehát tömeges megmozdulásokra nem került sor az akkori magyar autonóm tartomány területén, Marosvásárhelyen sem. Egyéni akciók voltak, de komoly közösségi akciók nem voltak. Az akkori magyar elit lojális maradt a román államhoz. 68-ban, amikor Ceausescu megtagadta azt, hogy Románia
részt vegyen a Csehszlovákia elleni intervencióban. Magyarország ugye részt vett más szocialista államokkal az élen, akkor az akkori magyar, romániai magyar értelmiség lojális maradt mindenféle területen a román pártvezetéshez. Tehát, hogy vannak olyan állami politikák, amikor lehet közösségként integrálni. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom. Kós Anna egy olyan környezetből jön, és egy olyan környezetben él nap, mint nap, ahol a két közösség kohabitál. És hát én azzal is indítanám ezt a második gondolatát a beszélgetésnek, hogy a két közösség úgy kohabitál, hogy például az idén a román és a magyar végzősök együtt szervezték meg a banketjüket. Szeretném tudni, hogy ebből a környezetről jövve hogyan néz ki ez a probléma. Igen, hát egy kicsit azért kapcsolódnék az előttem szólókhoz, például, hogy honnan erednek ezek a sorompók a két közösség között. Tehát egyrészt, hogyha történészként közelítjük meg, akkor amióta az ember az ember, és amióta hatalmi harcok vannak az emberiségben, azóta mindig az, aki a hatalmon van, az igyekszik az ő területét, tehát az általa megszerzett területen lakókat a saját képére formálni, alakítani, mert ez a biztosítéka annak, hogy ezek az emberek a számára, ezek az emberek lojális emberei lesznek neki, lojális állampolgárai az illető területnek. Úgyhogy az, amiben mi élünk most, vagy amiben mi éltünk akkor, amikor itt magyar idő volt, és nagyjából fordítva történtek a dolgok, amit gondolom, hogy történész úr fel akar emlegetni, ezek, amióta a világ világ, és amióta ember az ember, azóta ez a játék az emberek között folyik. Másrészt, hogyha a biológiai szempontból közelítjük meg az embereknek a reakcióit és viselkedés formáit, az idegennel, a másfélével szembeni averzió, ellenségesség, szintén egy ősi reakciója mindenféle élőlénynek, és miért lenne ez alól kivétel az ember. Minél magasabb rendű egy társadalom, olyan értelemben, minél inkább értelmiségi, törvényi megfontolások vezetik az illető társadalmat, annál inkább ellenőrizni tudja ezt az ősi ösztönt. De ugyanakkor gondoljuk el, hogy valahányszor a hatalomnak az volt a véleménye, hogy a kisebbségeket el lehet nyomni, akkor soha nem vonultak ki az emberek az utcára azt mondani, hogy mi nagyon szeretjük a kisebbségeket. Sem a románok nem vonultak ki Ceausescu idejében elmondani, hogy de mi szeretjük a magyarokat, és kérjük szépen, hogy néhány magyarnak azért adjunk néhány jogot. Sem a németek nem vonultak ki annak idején, hogy kérjenek jogokat a zsidóknak akkor, amikor azért az egész német társadalom tudta, hogy mi történik ezzel az a négy csoporttal. Fordítva viszont, amikor a hatalomnak éppen vannak olyan törvényei, vannak olyan elképzelései, hogy támogatja a kisebbségeknek a jogait, és igyekszik civilizált módon viselkedni ezekkel a csoportokkal, olyankor vannak kivonulások a hatalmon lévő népcsoportok körében. Mi is tudjuk, hogy szoktak kivonulni a románok, elmondani azt, hogy nem akarjuk a magyar iskolákat, nem akarjuk a külön iskolákat, és a többi. Tehát ez egy egészen természetes dolog. Amit mi tehetünk, az az, hogy igyekezzünk azért a hatalmat meggyőzni arról, hogy mégiscsak igyekezzen ezt az ősi ösztönt, természetes ösztönt kordában tartani különböző törvényi és egyéb lehetőségekkel. Például az amerikai társadalomban nagyon sok törvény vonatkozik arra, hogy a négerekkel egyenlő emberekként kell viselkedni, ugyanakkor tudjuk, hogy ez nem mindig és nem mindenütt történik ott sem meg. Tehát nem mi vagyunk azok, akik különleges helyzetben vannak. Most én most elmondanám, hogy az én szemszögemből nézve hol van a probléma a két együtt élő nemzetiség között.
És remélem, hogy lesz egy olyan kör, amikor elmondjuk azt valamennyien, hogy látunk-e valamilyen megoldást erre a helyzetre. Tehát Zoltán elkezdte pedzegetni, hogy a köznapi életben ezekre mindig találunk megoldást. Tehát különbség van akkor, amikor elvekről beszélgetünk a két nemzetiségben, és különbség van a közben, amikor gyakorlatról beszélgetünk. Tehát ha meg kell oldani egy közös problémát, akkor általában ez zökkenőmentesen sikerül együtt megoldani román és magyar kollégáknak. Én eddig mindig olyan munkahelyen dolgoztam, ahol ez sikerült. Hát el kell mondanom, hogy az egyetemen is nagyon jól dolgozunk együtt, és a televízióban is nagyon jól dolgozunk együtt, főként azért, mert elvi dolgokat nem piszkálunk. Elvi dolgokkal kapcsolatban viszont konfliktus van. Például ugye az államelnökünk azt jelenti ki magáról, hogy ő német eredetű román. Na most én még azt sem mondanám magyar magamról, hogy magyar nemzetiségű román lennék. Az én önmeghatározásom, ahogy én élek a világban, az, hogy magyar eredetű, magyar nemzetiségű, magyar vagyok. Olyankor kezdődnek a problémák, és építjük a korlátokat a két nemzetiség között, olyankor állunk sündisznó állásba, amikor ezt az önmeghatározásunkat és az ez szerint való életünket úgy érezzük, hogy valami veszélyezteti. Tehát amikor például én is közös iskolába jártam, tehát román tagozatos és magyar tagozatos iskolába, és amikor kiderült, hogy történelem tanár csak román anyanyelvű van, és kénytelenek vagyunk románul tanulni a történelmet, akkor az az igazság, hogy igen, valamennyien sündisznó állásba álltunk. Hogyha az államelnökünk miatt ne talántán ezentúl magyar eredetű románokként kell meghatároznom magunkat, akkor nagyon sündisznó állásba fogunk állni, gondolom, elég sokan. Tehát azt kellene valamilyen módon, tehát szüksége van a kisebbségnek arra, hogy elszigetelődve, saját magával élve, kifejlesszen különböző önmeghatározáshoz tartozó tulajdonságait, meg tudja határozni. És ezért határozottan szükségünk van arra, hogy a gyermekeinket magyar tannyelvű iskolákban neveljük. Mert hogyha az önazonosságunkkal tisztában vagyunk, és ezt elismeri a társadalom, hogy egy ilyen önazonossággal magát meghatározó ember egyenrangú állampolgára ennek az országnak, akkor nincs semmi problémánk, akkor mi teljesen lojális állampolgárai vagyunk ennek az országnak. Tehát innen kezdődik a normalitás. Na most itt van egy másik probléma, tehát azzal, amit Klári is mondott, hogy ugye a diákjaink együtt tartották a buliukat. Ez annak köszönhető, hogy a Magyarországról érkezett diákjaink ezelőtt néhány évvel kérték, hogy megtanulhassanak románul. Ezt mi biztosítottuk nekik az egyetem keretén belül, és ezért az ő román tudásuknak köszönhetően nagyon jól kommunikáltak a román karnak a diákjaival, és barátságok alakultak ki, és ugye odafejlődött a dolog, együtt akarták elbúcsúztatni ezeket az éveket. Most ugyanakkor, ugye, hogyha már Markó Bélát idézted, akkor én is idézném, volt egy javaslata Markó Bélának, hogy potenciálisan, opcionális tantárgyként a román iskolákban tanuljanak a román diákok is magyarul. Ki akar? Aki nem akar, meg kell tanulnia. De aki akar, annak ezt a lehetőséget adják meg, hogy ez az átjárás a két kultúra között legyen kölcsönös, vagy mit tudom én, legyen egy kicsit kevésbé aránytalan. Mert ahogy én így elnézem az itt ülőket,
Az itt ülők nagy része tud románul is, magyarul is, igaz? És azok, akik tudnak románul is, magyarul is, azok feltételezem, hogy magyar származású, magyar nemzetiségű magyarok. Azok, akik román származású, román nemzetiségű románok, azok nem tudnak magyarul. Én ezt a kérdést is kifajtám. Inkább nagyon örülök azért, hogy a diákok felé terelődött el a szó, egy bizonyos generációnak a hozzáállása ehhez a kérdéshez. És lehet, hogy a fiatalabb generáció, a diákok generációja, amit már kitűnt az már említett példából is a közös bankettel, ezeket a dolgokat teljesen másként látja. Teljesen más kontextusba helyezi. És lehet, hogy az, hogyha megértjük és megismerjük ezt a kontextust, közelebb hoz mindannyiunkat ahhoz, hogy valamilyen jellegű megoldást találjuk a problémára, vagy egyáltalán megértsük azt, hogy hogyan kell a továbbiakban ehhez a problémához állni. Én akkor átadnám a szót Aurel Lázárnak, és egyenesen hozzászegezném azt a kérdést, hogy hogyan látja egy román nemzetiségű diák ezt a kérdést. Lehet reagálni arra is, amit Kós Anna felvetett, de egyáltalán el lehet mondani a kérdést, és szeretném is, hogyha reagálna arra a kérdésre, hogy hogyan látja Vásárhelyen ezt a párhuzamosságot. Consider că chestiunea româno-maghiară se poate rezolva foarte ușor, însă trebuie să avem în vedere două dimensiuni. Dimensiunea istorică și politică. Însă aceste aspecte trebuie aduse în vedere cu foarte multă atenție și respect reciproc. De cele mai multe ori, mediul politic încearcă să-și atragă sau să-și servească o serie de interese apelând la emoție și la istoria care probabil în anumite momente nu ne este favorabilă. La fel, mă pot referi și la mediul istoricilor. Istoricii, atât români cât și maghiari, vin de cele mai multe ori cu idei absolute. La fel, apelează foarte puternic la emoție, în fapt ce creează o serie de tensiuni. Aceste tensiuni animă mișcările extremiste și ultranaționaliste care, bineînțeles, că nu ne fac bine. Studiind chestiunea relațiilor româno-maghiare în perioada comunistă, putem vedea că Rusia, URSS, a avut o puternică influență și a utilizat principiul divide et impera, dezvină și condiu, utilizat cu mult succes de către Imperiul Roman. Dacă urmărim evoluția politicii de astăzi, putem vedea că același principiu este utilizat din nou de către Federația Rusă, încercând să-și atragă o serie de interese, interese care atât pe români cât și pe maghiari, în anumite momente probabil avem impresia că ne ajută, dar în schimb dezbine această comunitate. O soluție la această problemă, cred că ar da-o o familie mixtă româno-maghiară. Cred că trebuie să plecăm de la micro ca să înțelegem politica unei țări. O familie mixtă româno-maghiară este un exemplu pentru noi, nu cred că au nicio problemă de înțelegere, din contră au interese comune. Aceste interese comune trebuie să le vedem și noi românii, cât și comunitatea maghiară din Transilvania și din România. Urmărind aceste interese, putem cu brio să mergem mai departe și să trecem peste problemele care ne dezbine. Aceasta cred că este soluția și urmărind această direcție, cred că putem prospera, ne putem atinge atât unii cât și alții interesele și societatea noastră să, bineînțeles, să evolueze. Én még egy kicsit ezt azért feszegetném. Még egy kicsit feszegetném ezt a kérdést, és nem hagynám pihenni. Mert
úgy érzem, hogy nagyon az általánosságok szintjén mozgunk ebben a beszélgetésben. Tehát szerintem az lenne a cél, hogy mindenki próbáljon meg leválni magába, és ténylegesen arról beszéljünk, hogy itt vásárhelyen hogyan érezzük magunkat úgy, hogy van mellettünk egy másik közösség, amelyik lehet, hogy teljesen teljesen más rendezvényei vannak, teljesen más két gondol bizonyos teljesen másként gondolkozik bizonyos dolgokról, mint mi, és hogy egyáltalán ez érdekel minket, hogy másként gondolkodik, nem érdekel, tehát hogy ez előjelet, mi azról beszélünk, tévedés ne essék, hanem hogy egyáltalán mennyire létezik a párhuzamosság, mint probléma, például egy román fiatalnak az agyában. Vagy ez nem probléma? Da, mulțumesc pentru întrebare. Mi-am spus o întrebare foarte bună și cred că nu cred că aș putea să dau un răspuns absolut, însă pot să spun că mă interesează această chestiune. Tocmai de aceea am studiat relațiile româno-ungare în perioada comunistă, încercând să înțeleg evoluția lor și să înțeleg lucrurile pe care le trăim astăzi, cum au evoluat, de ce au ajuns în această stare, dacă aș putea spune. M-am simțit întotdeauna foarte încurajat, mai degrabă motivat să înțeleg comunitatea maghiară și să înțeleg felul în care funcționează societatea noastră, deoarece suntem un caz atipic în Europa. Însă, cum spunea și Gheorghe Funda, România este un exemplu pentru Europa în ceea ce privește soluționarea chestiunii minoritaților, chiar ca exemplu pe președintele Iohannis, care este face parte dintr-o minoritate națională. Noi avem un plus aici, chiar dacă există anumite paliere unde există divergențe, atât din punct de vedere cultural, cât și cât privește elementele sociale, putem evolua și este un plus valoare pentru noi că suntem împreună. Deși, cum am afirmat și anterior, o serie de exponenți, atât politici cât și istorici, inflamează o serie de chestiuni și ce nu ne fac bine. Și nu cred că este bine dacă promovăm aceste lucruri. Societatea evoluează, tinerii evoluează și nu cred că anumite idei anacronice trebuie să fie preluate de noi și duse mai departe. Din contră, cred că trebuie să stimulăm această înțelegere și să vedem, cum am spus și anterior, care sunt interesele comune, să facem societatea să meargă înainte și să evolueze. Köszönöm szépen. Ugyanezt a kérdést feltenném a másik oldalnak is, és ugyanazt a kérést is felidézném, hogy minél konkrétabban próbáljuk ezt a kérdést tárgyalni. Tehát, hogy neked, mint magyar diáknak, jelente bármilyen jellegű problémát az, hogy párhuzamosság van, létezik a marosvásárhelyi társadalmon belül? Vagy éppenséggel jó ez így, megvagyunk a mi kis közösségünkben, megvannak a mi kis eseményeink, a helyek, ahova megyünk, a szórakozó helyek, ahol magyarul beszélnek. Tehát, hogy a mostani 20 évesnek mi a fontos ebben a kérdésben? Vagy egyáltalán probléma ez a párhuzamosság? Ez, hogy probléma-e, vagy nem, erre nem tudok teljesen válaszolni, mivel egy olyan dologról van szó, amit nem tapasztaltam úgy személy szerint, hogy ténylegesen része legyek egy olyan közös román-magyar együttlétnek, életnek, amiről így konkrét érzelmeim és emlékeim lennének. 1-8 osztályban olyan iskolába jártam, ahol párhuzamosan volt magyar és román nyelvű oktatás is. Itt halványabb emlékeim vannak. Már itt is éreztem egy ilyen falat a két osztály között, két évfolyam között, a románok és a magyarok között. Egyfél néha rivalizálást
a foci meccsektől elkezdve egész szünetekig. És úgy érzem, hogy ez a rivalizálás, ez baj. Az, hogy nem tudtunk együtt lényegében úgy kimenni szünetre, hogy nagyon jó kapcsolatban legyünk, ezt nem tudom, hogy hogy történt, hogy említette az előbb, hogy nem tudom teljesen megérteni azt, hogy mi vezetett el egészen ideig, hogy a mi generációnk is még fiatalabb korában úgy érte meg a közös életet, minthogyha egy kellemetlenség lenne néha. Aztán, ahogy elkerültem liceumba, teljesen magyar közegben voltam, ez a probléma, ez így eltűnt, el voltunk a saját kis világunkban, magyar rendezvények, minden, ami volt, az majdnem mind magyar volt. És emlékszem, amíg volt a Félsziget, az egy olyan rendezvény volt, ami egy, mondhatni, egy kis szikra volt ebben az együttélésben. Hogy ott tényleg úgy szórakoztak a magyarok, románok és még egy pár külföldi fiatal, hogy nem volt probléma, és egy nagyon szép emlékem volt talán 2012 vagy 3-ban, amikor egy koncerten, egy angol nyelvű koncerten egy nagy halászbotra fel volt kötve egy magyar és egy román zászló, és ott lengett. Ez itt volt nem messze innen, az egy olyan élmény volt és egy emlék, ami úgy érzem, hogy tovább vihető, és hogy a mi generációnk majd meg fogja érteni azt, hogy igenis lehet egymás mellett úgy élni, és nem csak egymás mellett, hanem egymással, hogy közösen alkotunk valamit, vagy folytatunk, viszünk tovább valamit. Egy másik dolog, hogy igenis ez próbál létezni, hogy rendezvényeken, mondjuk eszemült a vásárhelyi napok. Lejár egy román népzenés, vagy román nemzeti zenés előadás, utána megjön egy magyar együttes. Ez nem rossz, ez egy nagyon szép dolog. A rossz az, hogy mi a lakosok, az emberek, legtöbbünk úgy gondolunk arra, hogy én nem megyek el a románra, mert az nem érdekel, nem az enyém, meg román, meg a románok, sajnos ők is így gondolkodnak a miénkről. Azon gondolkodtam, amíg hallgattam itt az előttem szólókat, hogyha nem román vagy nem magyar lenne a következő fellépő, hanem egy angol vagy egy spanyol, akkor is így gondolkodnának az emberek, vagy teljesen másképp, és nagy érdeklődéssel, meg figyelemmel követnék majd azt az előadást. Klára mondta, hogy ássunk le minél mélyebbre a személyes élmények, emlékek szintjén. És ez egy ilyen terápiás beszélgetés van, akkor is lehet. Élek a lehetőségem, nagyon ritkán adatik meg, hogy terápián vegyek részt. Egyet feszültekben élek a 21. század elején. Én elmondanám az én személyes tapasztalatomat, hogyan változott meg a viszonyulásom, mindaz, ami mondjuk azt jelenti, hogy román, vagy román kultúra. Egy szinte teljesen magyar közegben éltem 18 éves koromig, olyannyira, hogy amikor Kolozsvárról 2001-ben vagy 2000-ben stopp voltam hazafele, és fölvett egy autó, és megkérdezte a román sofőr, hogy Nubrészele tutuin, ezen tegeződni nem szeretnél, én akkor úgy értelmeztem, hogy nem tudom milyen zavartságból, hogy simogatásra utal. És mondtam, hogy nem szeretnék. És ő megkérdezte, hogy miért, és mondtam, hogy nem vagyok olyan. Tehát egy nagyon hosszú utat jártam be, nyárhát Szeredától Székelyföldön keresztül, és a napi kommunikáció szinten románokkal nem, tehát 18-19 éves koromig nem kommunikáltam, mert egyszerűen nem volt olyan közeg. Az iskolában viszont éltanuló voltam, majdnem mindig, nem mindig, és hogyha föl kellene elevenítenem azt, hogy mi maradt meg az iskolából, akkor biztos, hogy bejön azt az Árvudin borzést, meg a nagy krónikaírók, a Mári krónikán, tehát ez a hivatalos, a kultúrának a hivatalos rész, amit megkaptunk. De egy érdekes jelenség is, ezt erre hívnám fel a figyelmet mindenkinek, hogy egy érdekes jelenség zajlott le Székelyudvarhelyen 1994-95-ben egy magyar diák közösségben, hogy elkezdtük saját magunk fölfedezni külön utakon mindazt, ami tetszik nekünk, és amit kedvelünk a román kultúrából.
És eljutottam arra a szintre, hogy ugyan még a román nyelvet nem beszéltem kellőképpen, de azért képes voltam már egy Mihály P. Nyug versen szakítani az éppen aktuális barátnőmmel. Van ez Ultimaszkú Szari című vers, mindenkinek ajánlom, Torján Pitis is szavalja, tehát nagyon jól lehet szakítani ezzel a versen. De Eminescu-val is udvaroltam, el is tudtam mondani most is, de nem fogom az illető verszakot. Tehát, hogy volt egy fölfedezés, tehát fölfedeztük a román zenéből azt, ami számunkra kedves. A Dávid mondanójára ítélve szerintem az lenne normális, hogy tehát nem azért tetszik, vagy nem tetszik, mert az román, vagy másmilyen nyelvi, hanem egyszerűen, hogy van-e üzenete számodra. Tehát nekem ez teljesen mindegy, hogy milyen nyelvi zenét, hogyha értem, vagy érzelmileg megérint, akkor azt tetszik. És én azt szerettem volna hangsúlyozni ebből a naív történetből kibontva, hogy a személyes felfedezések szabadságát kellene valahol propagálni mind a két részről, hogy olyan közeget, olyan helyzeteket teremteni, amikor egy magyar vagy román diák kölcsönösen felfedez a másik kultúrából érdekes részeket. Mert most a rockzenéből hozok példát, mert az nagyon közel áll hozzám, tehát nagyon jó, most mondok, nagyon jó magyar rockzenekarok vannak, és szerintem sokszor, hát angolul sem értük mindet, és de a megfog a ritmusa a zenének, a lüktetése, a rock and roll benne, tehát hogy akkor meg lehetne teremteni azt a közeget, ami felhívja a figyelmet ezekre a dolgokra. Tehát ezt nagyon fontosnak tartanám. És azokból induljunk ki, amelyek működnek. Tehát azt mondtuk, hogy a személyes kapcsolatok a szomszédokkal, a rokonságon belül, ezek működnek. Tehát akkor szerintem azokból kellene kiindulni, hogy mi az, ami működik. Itt mindig egy blokkot és egy sorompót jelent az, amiről már itt beszélgettünk, hogy egy adott állam hogyan viszonyul a kisebbségekhez, mint közösség, mint kollektív közösség. És szerintem ezt a románoknak is érteniük kell, hisz egyrészt 1918-ig kisebbségben, relatív többségben éltek Erdélyben, de Magyarország területén kisebbségben éltek. Számos román közösség él Románia határain túl most is, tehát Ukrajnától elkezdve Moldova köztársasági. És köztudott az, hogy egy nemzeti közösség akkor tud megmaradni, akkor van garancia hosszú távú létére, hogyha intézményesen meg tudja önmagát saját elitjén keresztül szervezni. Szerintem itt jönnek a problémák, tehát hogy ezt a sorompót kell, de ez már egy államszintű politika, és én most úgy nem úgy érzem, hogy az elkövetkezendő 50 évben ez megoldódik. Visszaragadnám a szót, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan látják ezen az oldalon ezt a kérdést, hogyha például opcionális tantárgyként valóban átmenne ez a tervezet, hogy a magyar nyelvet bevezessék az iskolákban. Hogyan állnak ez a kérdéshez? Önök szerint lenne-e erre vevő a román diákság körében? Tehát itt most nem arról beszélünk, hogy elvi szinten hogy állnak ez a kérdéshez a politikusok, meg mit ír erről a média, hanem lenne-e erre igény? És a másik kérdésem az lenne, hogy ez már egy ilyen személyeskedő kérdés, hogy ha már ugye Novák Csaba Zoltán ennyire megnyílt előttünk, és elmondta az ő saját személyes élményeit a román nyelven kapcsolatban, hogy ugyanez megtörténhet, megtörténik egy román mindennapjaiban? Hogy például magyar zenére szakít? Van-e erre egyáltalán konjunktúra? Eu am reținut că n-am voie să-i spun tu. Deci e clar. Bun. Uite, ca să personalizez discuția și pornind de la exemplu pe care Aurel l-a dat, de comunitate care este o familie. Ce n-am înțeles noi la Târgu Mureș este că buni, răi, frumoși, urâți, suntem o familie. Și doar în familie putem să facem ca lucrurile să funcționeze. Nu știu în ce măsură Bucureștiul sau Budapesta face parte din această familie. E discutabil. Dar noi aici sigur suntem o familie. Acum, am să zic altceva. Soția mea este unguroaică.
Și la un moment dat, pentru că mi-am dorit acest lucru și pentru că am vrut să-i fac o surpriză, m-am dus și mi-am cumpărat un dicționar, un ghid de conversație român-maghiar și am început să bălmăjesc și eu câte ceva. În ideea în care, într-o anumită ocazie, o pot surprinde spunându-i câteva fraze în ungurește. Nu m-am despărțit de ea, nu știu dacă, nici nu-mi doresc acest lucru. Nu știu dacă aș face-o pe muzică, că vă dați seama, mai greu un pic. Ceea ce vă pot spune este că am fost la foarte multe petreceri în care am dansat, am plâns pe muzică ungurească, pentru că o înțeleg ceva mai bine decât o vorbesc, din păcate. Și că acasă, când butonăm telecomanda televizorului, uneori ne oprim și pe programele românești și pe cele ungurești, de obicei ne uităm la documentare, trebuie să recunosc, sau la film. Deci nu e, din punctul meu de vedere, și vă dați seama că probabil a fost un șoc și pentru familia ei și pentru familia mea, ei maghiar, maghiar, ai mei români, că doi oameni au hotărât că poate exista și un alt model. Da? Că nu există un model exclusivist maghiar sau un exclusivist român. Și atunci mă întorc la exact ceea ce spuneam, la familie. Sigur că în momentul, mă întorc la o întrebare pe care ați spus-o, că în momentul în care o comunitate are o agendă culturală diferită, dacă nu reușești să depășești o anumită frică și prin frică mă refer la românii care văd în maghiari un potențial agresor în sensul în care își dorește ca Transilvania, Târgu Mureșul, nu știu, Ținutul Săcuie să fie altceva decât România. Și sunt mulți care cred asta. În momentul în care cealaltă comunitate vede o presiune în a deveni român și a nu fi maghiar, și sunt suficienți care cred și asta, atunci tot ceea ce face cealaltă comunitate e privită cu suspiciune. Dar de ce, de exemplu, faptul că, nu știu, o anumită sectă religioasă merge și se roagă sâmbătă sau duminică, nu este un pericol pentru nimeni, dar evenimentele culturale, politice ale unei comunități devin dintr-o dată un pericol. Una dintre presupunerile pe care le am în urma unor studii de teren pe care le facem de vreo 10 anișori încoace și am încercat să vedem de ce maghiarul e maghiar și de ce românul e român, ține de o anumită slăbiciune pe care cele două comunități o au. Și unor o spun, nu-mi place, dar o spun și trebuie să fim conștienți de acest lucru, că partea acestei slăbiciuni vine și din nesiguranța noastră culturală. Că ne place, că nu, nici cultura română, nici cultura maghiară nu sunt culturi primordiale în Europa sau în lume. Din păcate. Știu și citesc și literatura română și literatura maghiară. Da? Știu că sunt foarte mulți scriitori sau poeți cu care putem să ne mândrim. Chiar dacă unor sau în cazul unora dintre ei, pentru o parte a comunității pare mai importantă activitatea politică decât cea poetică. Ceea ce nu e regulă. Dar trebuie să acceptăm că și românii și ungurii sunt până la urmă culturi secundare într-o Europa care este dominată de elementul germanic, de elementul rus,
de elementul francez, da? Și mai sunt exemple. Eu cred că asta ne face să ne temem la un moment dat și să ne temem chiar unii de ceilalți. În momentul în care conștientizăm că așa, nu știu, puțin, mulți, cât suntem noi aici, cu poeții și scriitorii noștri, români și maghiari, da? Și ca să ajung și undeva în zona tinerilor, cu femeile românce și maghiare, care sunt la fel de frumoase aici, da? Cu siguranță că avem suficientă valoare pentru a rămâne și unii și ceilalți, și români, și maghiari. Dacă v-aș întreba probabil pe cei care sunteți maghiari sau pe tei, sau pe cei care sunteți români, de ce sunteți maghiari sau români, foarte mulți dintre dumneavoastră mi-ați răspunde probabil că pentru că vorbesc limba română sau maghiară, pentru că părinții mei sunt români sau maghiari. Ei, de fapt, aceste lucruri, chiar dacă aparent ne despart, a trebuit să fie acel punct de pornire al familiei mixte. Da? Încă o dată, suntem o familie în care avem și tradiții diferite și tradiții comune, în care probabil că și unii și alții știm că se pronunță Guiaș și ne place la fel de mult. Da? Poate o să-l chemăm și pe Lucian Mândruță la un Guiaș. Ca să vadă că... Și că probabil ar trebui să fim mai puțin suspicioși la ceea ce organizează ceilalți. Și din curiozitate. Da? Muzica de calitate este muzică de calitate, indiferent că e în română sau în maghiară sau în engleză. Și îmi pare rău că Fel Sigetul nu mai este aici. Și n-am pus nimic în loc. Da? Mă uit așa un pic cu ciudă la ce se întâmplă în Cluj. E bine, pe de altă parte, că și primăria, și-l văd aici pe domnul Petiu Andraș, pe care îl salut. A înțeles că trebuie să creeze evenimente în care să ne simțim la fel de bine, și români și unguri. Zilele acestea, zilele acestea mai sunt concertele orașului, dar cred că totul depinde cât de mult, de fapt, ne putem deschide noi către ceilalți. Și cu asta închei, dacă mă mai lași o secundă. În fiecare comunitate există oameni care nu o să iubească pe ceilalți. În fiecare comunitate o să fie oameni care o să creadă că ceilalți sunt un pericol. În fiecare comunitate există oameni care cred că este mai bine să nu-l cunoști pe celălalt, dar în aceeași măsură, în fiecare comunitate, există oameni care se uită la celălalt, luați-o cu ghilimele, ca la un potențial prieten, coleg și, în primul rând, om cu care te poți ajuta. Mulțumesc! Nagyon sajnálom, de én egy nagyon pragmatikus fejérnék vagyok. Ez gyönyörű lett volna végszónak, de igazából én nagyon kíváncsi vagyok még néhány részletkérdésre, mert tulajdonképpen szerintem ez a beszélgetés egy kicsit a részletekről is kellene szóljon. És akkor még egyszer rámennék arra a kérdésre, ami most részletkérdésnek tűnik, de tulajdonképpen egy alapkérdés. Hogyha bevezetnék opcionálisan a magyar nyelvet, hogyan az iskolákban, hogy gondolja, hogy akkor lenne erre igény? Jártanak rám, hogy tetsz az arra. Már most elváltva, hogy való poétika is, hogy tetsz le, de a Marco Pella, és azt.
a cărei creație chiar eu apreciez. Și sper că într-o bună zi o să devenim și colegi în Uniunea Scriitorilor. Să știți că am avut o astfel de inițiativă la Petru Maior și că au fost foarte mulți studenți, eu vorbesc de studenții mei de la științe politice, care au venit și au început să învețe limba maghiară. E adevărat că aveam încă probleme cu a asigura, să spunem, acel cadru didactic care să vină și să facă chestiunea asta în permanență. Pe de altă parte, există o astfel de inițiativă și mulți colegi din presa mureșană participă sau au participat timp de un an de zile la cursuri de limba maghiară. Strict din punctul meu de vedere, a cunoaște și limba română și limba maghiară în Târgu Mureș nu este decât un câștig personal al celor care reușesc să vorbească și să înțeleagă cele două limbi. Așa că poate la anul, dacă o să mai am bucuria să fiu invitat aici, o să traduc singur și în română și în maghiară pentru cei prezenți. Mulțumesc, köszönöm szépen. És akkor ismét Kósannához fordulnék. Sajnos itt hátulról vehemensen integetnek, hogy nem sokára be kell fejezni, de mint mondtam, engem a részletek nagyon-nagyon érdekelnek, és erre az utolsó gondolatra szerintem nagyon jól, egy nagyon jó kérdés jutott eszembe hozzá gondolva ahhoz, amivel befejezte az előttem szóló. Én azon gondolkodtam, hogy vajon az, hogy a két évfolyam együtt ünnepelte a bankettet, és ez a számukról természetesen jövő igény volt és kérés volt, vajon ez nem csak a magyarországi diákoknak tudható be? Vajon, hogyha csak vásárhelyi vagy erdélyi diákok jártak volna azon a magyar szakon, létrejött volna ez az igény? Tehát itt megint nem egy tendenciózus kérdésről van szó, csak kíváncsi lennék, hogy hogyan látja Kósanna ezt a kérdést, és ebből kiindulva hogyan reagál. Igen, hát az az igazság, hogy valószínűleg a magyarországi diákok számára a román nyelv olyan, mint az angol, vagy a német, vagy a francia, vagy ez hasonló. És nyilván ők nem szocializálódtak abban a sündisznóállásban, amit ugye az elején felvázoltam arról, hogy az elvek ilyenek vagy olyanok. Tehát, hogy az elvek szintjén, az elvek megértésének a szintjén különbség van a két nemzetiség között. El kell mondanom Szekelyán úrnak, hogy a román nyelvtanulás, a magyar nyelvtanulására vonatkozó javaslatot óriási médiavihar követte, amiben vagy két éven keresztül Markó Béla szenátor úrnak állandóan a szemére vetette a román sajtó, hogy magyarizálni akarja a Romániát. Úgyhogy lehet, hogy önök volna Petru Maioron ez ilyen simán sikerül, de na, szóval ennyit erről a kezdeményezésre. Egyébként pedig ugye önök is emlegették a vallási különbségeket, tehát ugye, hogy a vallási különbségek nem keltenek ellenségességet a közösség tagjai között. Ez nem igaz, és hogyha itt ugye erről az oldalamról történész gondolatok áramlanak felém, az a helyzet, hogy akár 100 évvel ezelőtt az egyházi hovatartozás sokkal fontosabb volt, mint a nemzetiségi hovatartozás. Tehát az, hogy valaki katolikus volt, vagy református, az az azonos magyar nyelvet beszélők körében határozott a hierarchia. Tehát határozott sorompó volt a
az emberek között. Csak hogy ugye mi Erdélyben élünk, és Erdély a vallási ellentéteket is fel tudta dolgozni, tehát az Erdélyben élő népnek a történelem tudatában, a történelem, tehát a 100 évre, 200 évre visszamenő emlékezetében benne kell legyen az a tolerancia, amivel ezeket az egyházi ellentéteket fel tudta dolgozni. Ezért nyilván fel tudja dolgozni ezeket a nemzetiséghez kötődő ellentéteket is, és ugye most akkor villogok azzal, hogy a mi intézményünkben ez sikerült. Ismét megjegyzem, hogy főként azért, mert elveket nem szoktunk feszegetni. Tehát általában vannak konkrét feladatok, amiket meg kell oldanunk, és amiket meg szoktunk oldani a románkar és a magyarkar együtt. Ahhoz, hogy ezeket az elveket mi már nem feszegetjük, és ilyen irányú problémák nincsenek nálunk, ehhez hozzátartozik az is, hogy izolálódtunk, úgymond. Tehát nálunk a tanügyi törvénynek megfelelően egyedüli egyetemen tehát külön karra került a magyar nyelvű oktatás és a román nyelvű oktatás. Ez egyetlen multikulturális egyetemen sem sikerült Romániában, és a többi egyetemet, tehát a bábesbolyain, ahol intézetekre szakadva, tehát kisebb egységekben ez sikerült, ott azért az együttélés elég sima. Az orvosi egyetemen, Marosvásárhelyen, ahol semmilyen módon nem sikerült ez a különválasztása a tagozatoknak, önök is nagyon jól tudják, hogy mi történik. Tehát egyszerűen szó sincs arról, hogy a diákok együtt ballagjanak, sem a hivatalos ballagás, sem azután a következő buli nem közös, semmi nem közös. Tehát az izoláció, amit önök izolációnak neveznek a kisebbségek számára, úgy látszik, hogy ez az, ami ezt a sündisznó állást, amit én az elején említettem, feloldja, és ami kooperatívvá és simává teszi a közös problémáknak a megoldását. Úgyhogy én azt hiszem, hogy úgy, ahogy önök is említették, a vegyes házasságoknak a probléma megoldó készségéből kiindulva, intézményekre is ezt a megoldást lehetne kivetíteni. Azt, hogy problémákra koncentráljunk, és nézzük meg, hogy melyik, hogyan, mivel tud a megoldáshoz hozzájárulni. Ez nem a reklám helye, de itt a vegyes házasságokról van egy filmem, úgyhogy ezt tudja. Ezekben az a titok, tehát ezekben a házasságokban az a titok, hogy mindkét fél ismeri mindkét félnek a kultúráját. Tehát azban a közegben, ahol a felek ismerik egymásnak a gondolkodásmódját, kulturális hátterét, szocializációs hátterét, ott nincsenek problémák, mert ott tudjuk, hogy mit várhatunk a másiktól, nem gyanakszunk a másikra, nem születnek gyanakvások. És akkor persze ezt kívánom mindenkinek, hogy oldódjon fel a sündisznó állás, és oldjuk meg a problémákat együtt. Úgy látom, hogy a végére, minthogyha közelítenének egymáshoz a vélemények. Nyilván nagyon sok nyitott kérdés maradt, és én úgy érzem, hogy nagyon sok olyan kérdés maradt, amiben még le kellett volna mélyebbre ásni. Én általában a terápiás beszélgetéseknek vagyok a híve, mint amit az előbb ezt már kinyilvánítottam. Na de most már nagyon-nagyon jeleznek nekem hátulról, hogy át kellene adni a teret a közönségnek is, úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm mindannyiunknak, hogy eljöttek a